Szép estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések extra nézőit. Extra mégpedig azért, mert ebben az esztendőben ünnepli 70. születésnapját az Alba Régia Táncegyüttes. Ezt a 7 évtizedet szeretnénk mi felölelni ezekben a beszélgetésekben olyan emberekkel, akik nagyon sokat tettek azért, hogy a Fejér megyei népi együttes, aztán később az Alba Régia Táncegyüttes is elismert legyen itthon, Magyarországon, illetve szerte a világban. A mai vendégem Knejfelné Laszkó Krisztina. Szervusz, Krisztina! Jó estét kívánok! Szia, Lali! Nos, hát akkor beszéljünk egy siófoki lányról. Arról a kicsi lányról, aki mindössze negyedikes volt, egy töpörtyű, és elkötelezte magát a tánc mellett, a tánc iránt, hiszen azt hiszem, hogy ez egy fontos dátum mindannyiunk számára is. Igen, hát nem is gondoltam akkor, hogy azért ez egy életre szóló szerelem lesz, mert szerintem erről másképpen nem lehet beszélni. Annak idején egyik barátnőm vitt el a próbaterembe, aki aztán hamar ki is esett a táncosok sorából, én meg gyakorlatilag kisebb, nagyobb megszakításokkal, de még a mai napig is ennek a népes néptáncosok családjának a tagja vagyok. Ugye a Balaton Tánc Együttes volt az első. Igen. Mi mindent lehetett egy kicsi lánynak megtanulnia úgy, hogy az soha ne felejtse, és tovább vigye, és magasabb szintre emelje? A Balaton Táncegyüttes különben idén ünnepelte az 55. évfordulóját, a fennállásának 55. évfordulóját, illetve hát ez tavaly decemberben volt a nagy jubileumi műsor. Hát a mai napig úgy emlékszem vissza rájuk, hogy rendkívül családias közeg volt. Ott nagyon nagy baráti kapcsolat volt a táncosok között, és teljesen mindegy volt, hogy kisgyerek vagy felnőtt, meglettkorú táncos, és ahogy ott is az évek múltak, az utánpótlás csoportból a felnőtt együttesbe kerülhettem gimnazista koromra már, és az egyik maradandó élményem az volt, hogy ott nem veszekedtek a táncosok azért, hogy ki minél több táncot táncolhasson, hanem olyan automatikusan adták át nekünk a szerepeinket az öregek, hogy az egy életre szóló élmény volt, hogy ezt így is lehet csinálni. Melyik volt az első koreográfia, amit megkedveltél, amit megszerettél, és ma sem felejted? Ott egy nagyon különleges kalocsai táncot táncoltunk, csak lányok, amit párnával együtt jártunk, és akkor az akkor nagyon-nagyon maradandó volt, szép ruhákban, azokban hímes, míves motivumokkal díszített ruhákban, papucsban jártuk, és azért annak nagy sikere volt. Hát akkor ugye nyilván Siófok az Somogy megye, és ilyen területi versenyeken, megyei versenyeken azért azzal szép eredményeket értünk el. Krisztina, azt mondják, hogy egy fiatal életében meghatározó, hogy ki az, akitől az első lépéseket, lépéssorokat megtanulja. Így van. A mai napig tartom az ottani tanítóimmal a kapcsolatot. Borbás Klárinak hívják, aki évekig foglalkozott velem, illetve Szigeti Angélát tudom még nagyon kiemelni. Amikor egy lány eléri a felnőtt kort, vagy fiatal felnőtt kort, akkor ugye pályát választ magának. Te Zsámbékra indultál el. Voltak kétségeid, hogy a táncot folytatod, vagy sem? A főiskola mellett? Egyáltalán nem voltak kétségeim. Úgy kerestem főiskolát, ahonnan elérhető közelségben van az a tánccsoport, ahol éppen táncolok, és tulajdonképpen a Zsámbékra is úgy találtam rá, hogy közben Fehérvárra kerültem, először az Ikarusz Táncegyüttesben töltöttem el egy-két esztendőt, és aztán már hívtak ide az Alba Régiába, úgyhogy nem volt kétség, hogy úgy kell főiskolára mennem, hogy onnan haza tudjak a próbákra járni. És nyilvánvaló, hogy amikor végeztél, akkor az teljesen természetes volt, hogy a táncot egyik oldalról folytatod. Abszolút. A másik oldalról pedig, hogy használod, amit a főiskolán tanultál. Igen. De ez itt azért volt egy döntés, hogy tánccal foglalkozol a jövőben, hiszen a tehetséged, erről majd később beszélünk, az elhivatottságod megvolt hozzá, vagy pedig pedagógusként és a táncot emellett teszed. Igen, a főiskola évek alatt is hazajártam a próbákra, elképzelhetetlen lett volna az, hogy próbák mennek, és én nem vagyok itthon, úgyhogy rengeteget ingáztam Zsámbék és Fehérvár között, és akkor igen, hazakerülve, én már a harmadévet munkával töltöttem, akkor kaptam állást itt Fehérváron, Knejfel Imre hívott a béketéri, illetve akkor még a Széchenyi úton található Kodály iskolába. És akkor évekig együtt ment a pedagógus pálya mellett a tánc oktatás is, és aztán Imre egyszer válaszút elé állított, hogy sok most már a néptáncóra, döntsem el, hogy tanítónéni leszek, vagy pedig néptáncpedagógus, mert tényleg egyik már talán a másik rovására is ment volna. És akkor azért úgy végig gondoltam, hogy leszek én 40-50, meg még 60-70 éves is reményeim szerint, hogy azért táncosként nem biztos, hogy azt a szintet fogom tudni már. De azért nehéz döntés volt. Nagyon, nagyon. És akkor azt döntöttem, hogy leszek
tanító, teljes szívemmel, lelkemmel, de aztán hál' Isten az élet meg úgy hozta, hogy csak-csak megmaradt a tánc mellette. Nem tanítok már művészeti iskolában, kezdetben itt az Alba régiában oktattam csoportokat, aztán megszülettek a gyermekeim, és aztán a kisebbik gyermekem születése után pár hónappal megtalált a gyermekjátszó táncházak vezetése. Ezt Vakler Annának és Varró Jánosnak köszönhetem, akik akkor elindították a zeneiskola nagytermében még a havi rendszeres gyermektáncházakat, a Malom utcai táncházak mellett. És gyakorlatilag ennek most már 17 éve, és ez töretlen lelkesedéssel megy. A táncról beszéljünk, hiszen azért nagyon-nagyon fontos, és a párodról, lelked jobbik fele, ugye Kneifel György, a remek prímás, muzsikus, tilinkó és pedagógus természetesen. Erről is majd szó esik, de azért nagyon-nagyon fontos az Alba Régia Tánc Együttesben eltöltött idő. Én kigyűjtöttem itt, de csak kivonatosan mondom, hiszen rengeteg nagy sikerben volt részed, szóló táncosként is, hiszen 1993 az azt hiszem felejthetetlen, bármennyire is 25 esztendeje volt, hogy szóló táncol aranygyöngyös táncosnak lenni Magyarországon, azt hiszem, hogy az az egyik csúcs. Igen. Emellett külön díjak, nívó díjak jelzik a pályafutásodat, a tehetségedet, elhivatottságodat egyaránt. Beszéljünk arról az időszakról, amikor az Alba Régia Tánc Együttes elkezdett nem csak világot járni, hanem meg tudta mutatni, hogy a magyar népi kultúra hagyományaiban milyen erő rejlik. Én 89-90-ben kerültem át az Alba Régiába. Nem volt egyszerű azért itt gyökeret verni, mert kívülről jött voltam, olyan gyűjtment fajta, nem itt jártam végig az együttesnek a szamár létráját, és azért ez valamilyen szinten hátrány volt. Ugyanakkor annyi biztatást kaptam külső szakemberektől, hogy ezért gondoltam, hogy egy kicsit bizonyítani elindulok én ezen a Békés Csabai Szólótánc Fesztiválon, hogy tényleg külső szemmel látnak, nem a helyiek látnak, hogy mondják meg, hogy ügyes vagyok, nem vagyok ügyes, színpadra való vagyok, nem vagyok színpadra való. És aztán azért az egy töretlen sikert hozott, az akkori indulók közül, fehérvári albás indulók közül egyedül én nyertem gyöngyöt, ami olyan elégtétel volt, hogy nagyon örültem neki. Tehát a tehetség azért kibontakozhatott. Melyek voltak azok a koreográfiák, amelyek újdonság varázsával hatottak, hiszen voltak olyanok, remek koreográfusok sora, tehát bizony. Nem kezdem el, hiszen Ásó Istvántól kéne eljutni napjainkig, Botos József, Gazdag Béla, Hortobágyiak, de én azt gondolom, hogy voltak olyanok, amik egészen különlegesek voltak. Igen, én egy olyan korszakban voltam itt az együttesben, ami nyilván minden táncos így mondja, hogy az ő életében az egy aranyidőszak volt, de én ezt hiszem, megvallom. Nagyon sok hazai fesztiválon jártunk, és tényleg a világ nagy országaiba akkor valami csodálatos sorozattal eljutottunk 1992-től számítva minden évben. Vagy a tengeren túlra utaztunk, Ázsia irányába, Amerika irányába, afrikai kontinensre, ez egy nagyon különös időszak volt. És egy kicsit átalakulóban volt már az együttes. Sokáig Botos Jóskának a szemlélete vitte az együttes színvonalát, aztán azért csak jöttek a helyi fiatalok is, nagyon sok ügyes koreográfus nevelt ki azért ez az albás műhely. Gálber Attila csinált koreográfiákat, Török Sanyi csinált koreográfiákat, Hankakas Pista csinált öcsi koreográfiákat, ami azért már más volt, egy kicsit újultabb szemlélet, mint amit Botos József vitt hosszú éveken keresztül. Hát nagyon szívesen emlékszem vissza öcsének a kalotaszegi táncára. Régebbi koreográfia ugyan, de az is egyfajta új lendületet hozott, a Gazdag Bélának a székelyföldi tánca. Nagyon szerettem az öcsének a kalocsai táncait. Aztán volt mezőségi próbálkozása a Glazónak, a Sanyi hozott Rába közből, Vitnyédről táncokat. Tehát ezek mind-mind újabb fajta szemlélettel készült táncok voltak. És a már. Siker, a külföldi siker az nyilván megerősítést adott. Ahogy mondtad, Kína, India, Izrael, nem sorolom, mert jószerűen bejártátok országok. A világot. Igen. Hát ott az egyik maradandó élményem a kanadai nagyfesztivál, ahol
tényleg több ezer ember állva tapsolta a Fehérvári Alba Régia Táncegyüttes táncosait. De ugyanígy egy másik távoli országban, hogy kerek szemekkel néztek minket fehér embereket, és olyan közel álltak az utcán, az emberek körénk, hogy gyakorlatilag megmozdulni se tudtunk. És akkor ugyanaz a nagy, nagyon fegyelmezett országban a nagy lelkes taps, ami azért nem olyan volt, mint a kanadai ováció, de mégis úgy ritmusosan, hosszan-hosszan szóló. De nagyon érdekes volt az izraeli fesztivál is, ahol olyan életben is volt részünk, amit a kibucban élők élnek meg egy zárt világban, és ott is azért sikert tudtunk elérni. De ha hazai fesztiválokat mondok, az alaegerszegi, a szekszárdi fesztivál, ezek mind-mind olyan igazán szép emlékek. Fontos, hogy egy zenekart kikísér. Ugye az Alba Régia Táncegyüttes a Mákvirágtól indult, aztán igen, jött a Mákszem, Márk Nejfele Imrével, igen, és utána a Tilinkó legenda. És nem csak azért, mert a két Nejfel, lelked jobbik fele, ugye Gyuri, Imi, Varró Jani, és azért változott a névsor, de azért a Polgár Zoliék még most is, Juhász Balázsék ott vannak, úgyhogy ez egy nagyszerű csapat. Mennyit számít egy ilyen, akinek a gondolatát is ismered, egy olyan zenekar, aki a zenén túl is hozzá tud tenni a tánchoz? A Tilinkó nagyon érdekes zenekar. Én azt gondolom, hogy országos szinten is az egyik legintelligensebb társaság. Megvan bennük a kellő humor, de megvan bennük a kellő tudás, meg a kellő alázat. Tehát rájuk azért biztonsággal lehetett számítani a koreográfiákban, és a mulatságokban is. Tehát ahol azért ez a négy ember, a Balázs, Zoli, Imi meg Gyuri együtt vannak, ott azért a szemek nem maradnak szárazon, mert ott mindig biztos, hogy valami humor van. Most már ők is nagyon sokat nosztalgiáznak, de teljes mértékben velünk együtt éltek. És ugye utána jöttek a Szettevettel, Juhász Zsófiékkal, igen, ők egy másik, és Darányi Ágiékról sem szabad, igen, elfeledkezni. Tehát ez nagyon jó, mert hogy én azt látom ebben, hogy különböző generációk nőnek fel az egykori sikereken. Tehát a ti generációtoktól meg lehetett tanulni azt az elkötelezettséget, hivatástudatot, alázatot, ami az élvonalba röpítette az Alba Régia Táncegyüttest. Milyenek a mostani fiatalok ennek tükrében? A mostani fiatalok fantasztikusak. És úgy mindig úgy nézem őket, könyvt csalnak a szemembe. Hihetetlen a fiúgárda, olyan energia, kisugárzás van bennük, ének, hogy az elképesztő, és hát a lányok is nagyon-nagyon ügyesek. A mostani csapat is nagyon jó, most egy picit megint megújul az együttes, és a legfiatalabbakat fölvették már, és az ezelőtti generáció is fantasztikus volt. Tehát szerintem azért mondom, hogy minden táncos úgy éli meg a saját aktív táncos éveit, hogy az volt a legjobb, nekik is biztos, hogy ez a legjobb, de külső szemlélőként nézni is, én is ezt látom, hogy mielőtt a Néptáncfesztiválról beszélünk, azért beszélgessünk a társakról is. Volt-e olyan táncos társad, aki a tehetsége okán is kiemelésre méltó, akire szívesen emlékezel, aki többet tett, mint amire hivatott volt, és ez azért volt, mert a szorgalma, az elhivatottsága azzá tette, ami lett. Szerintem minden korosztályban van ilyen. Hát nyilván az említett koreográfusok, Glazu, Öcsi Sanyi ebben a körben abszolút kiemelkednek. Nagyon-nagyon jó szívvel emlékszem vissza Csaba Krisztire, akinek megint az életvidámsága és a hangja az, ami azért sokat előre lendített az együttesem. Nekem a Kerti Gabi ilyen emlékezetes táncostársam, aki tornászként vált, aztán ő is a nagy együttes tagjává. Nagyon nagy szorgalom és alázat volt a Gabiban is, de aztán ő azért keményen meg tudta mondani azt is, ami nem tetszett neki, és szerintem ez is becsülendő akár a mai napig. Ott van a Bandi, aki a mai napig ott dolgozik, és akkor, amikor én aktív táncos voltam, a Robi kisgyerek volt idézőjelben még, egy siheder, de látszott benne, hogy a Robiból lesz valami, és íme. És itt vannak és a feltörekvő fiatalok. Abszolút. No, hát Néptáncfesztivál, Nemzetközi Néptáncfesztivál, én ott voltam az elsőn, tehát azt elmondhatom, soha nem gondoltuk volna, hogy ez lesz, igen, belőle. Igen. Hát az első az a Vidám Parkban volt a három együttes részvételével. A kanadai csoportot hívta meg Botos Jóska, a finneket, és mi voltunk ott. És aztán egyszer csak a következő évben az Országalmánál volt ott, a Centrum Áruháznál a színpad, ott akkor már nem csak táncosként voltam ott, hanem megkaptam a műsorvezetésének a lehetőségét. Az első két fesztivált táncoltam és konferáltam. Aztán maradt a tánc,
aztán hosszú ideig szünet, ahogy a gyermekeim megszülettek, és lámlám a kisebbik lányom hozott vissza ide a táncház kötelékébe, ahogy elkezdett táncolni, újra eszébe jutottam talán a bandiéknak, és aztán itt is megkaptam a gyermektáncházak vezetését, illetve hát a szívem csücskét a királynapoknak a színpadi házi asszony szerepét. Merre tart a néptánc ma? Ma a néptánc? Ez nehéz kérdés, nagyon fejlődik, de én kicsit azt érzem, hogy a verseny irányába megy ez is. Nyilván ez a Pávás tévésorozat nagyon sokat hozzátett ehhez. Nem biztos, hogy kell ebből ennyi tévés jelenlétben. Biztos, hogy az együtteseknek, így a fehérváriaknak is nagy hírnevet hoz, nagy reklámot csinál, de azért egy picit azt érzem, hogy a showműsor irányába elment. Miként lehet, igen, miként lehet a gyökerekhez visszanyúlni? Hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy Jószerivel már nincs olyan tájegység, amelyet nem csak az Alba Régia táncegyüttes, hanem általában a táncegyüttesek ne kezdtek volna el részletesen feldolgozni. Van hiányérzeted, amiből több kéne? Fontosnak tartom, hogy a hitelessége azért megmaradjon, hogy ne menjen el a show irányába ez az egész néptánc mozgalom, és hogyha sikerül ezt azért egészséges mederben tartani, akkor azt hiszem, hogy nem lehet hiányérzetem. A táncházakról kell, hogy szó essék. Azt hiszem, hogy a táncház teremtette meg az alapját Székesfehérváron az elsők egyikeként, hogy ezt a gyönyörűséget újra megéljük. Igen. Annak idején ugye a Megyei Művelődési Központ a Liszt Ferenc utcában volt, fantasztikus táncházak zajlottak ott, tényleg több száz emberrel. Akár a gyerekjátszóját, ha nézzük, akár pedig a felnőtt táncházát, akkor mertek az emberek így az utcáról bejönni és táncot tanulni. Talán most már a sok művészeti iskola vagy a nagyon képzettség miatt egy picit félnek attól a kívülállók, hogy bejöjjenek a táncházba, mert azt gondolják, hogy ők nem tudnak semmit, és úristen, ott meg milyen magas színvonalon kell táncolni, hát nem. Úgyhogy bátorítok mindenkit, hogy jöjjön a havi rendszeres táncházba, akár a Malom utcába, akár menjen a Kákics táncházába, akár csak a gyerekjátszókba jöjjön a Szettevettéhez, vagy szintén oda a Galiba zenekarhoz, vagy a Tárnok Ákoséghoz. Lehet ezt egyszerű keretek között tanulgatni és csinálni, meg kell is. Tehát azért ez a hagyományunk. Ez a jövő. Igen. Krisztina, én azt gondolom, hogy az a jövő, hogy ti, akik megtettetek mindent azért, hogy a legmagasabb szinten emlegessék az Alba Régia Táncegyüttest, a tiétek a jövő. Meg a mostani csoporté. És a jelen is így van természetesen. Igen. Meg a mostani csoporté, meg azok a töpörtjüki, akik most az előkészítő csoportokban bontakoztatják ki tehetségüket. És erre nagy feladat vár még rátok, szükség van rátok. Én azt gondolom, hogy amikor megköszönöm azt, hogy a te részedet, mert te odaadtad magad nekünk, Székesfehérvárnak, akkor elmondom, hogy bizony ez egy csodaszép ünnep, ez a 70 esztendő, és hát én bizakodó vagyok, hogy mindenki így gondolkodik a néptáncról is Székesfehérváron. Úgy legyen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velem. Köszönöm szépen én is. Kedves nézőink, a Fehérvári Beszélgetések külön kiadását láthatták, hiszen Alba Régia Táncegyüttes 70. születésnapját ünnepli. Ezekből a beszélgetésekből ígérem, hogy lesz nagyon-nagyon sok, amikor itt lesznek az egykori legendák velünk, és a mai legendák természetesen. Köszönöm figyelmüket, minden jót, viszontlátásra!